Kaptam egy felkérést, hogy valósítsak meg egy vezeték, vagyis egy hőmérséklet felügyeleti rendszert, ugye hőmérséklet szenzorokkal, és hogy hát fogalmam sem volt, hogy hogy kezdjek bele, úgyhogy ez is motivált abban, hogy Raspberry-re tegyem a dolgot. Ugye Linuxos alapokkal rendelkeztem, és úgy gondoltam, hogy ott jól meg fogom tudni oldani a kérdést. És úgy hozta a sors, hogy tehát meg úgy alakult, hogy jól meg is oldottam, majd látjátok. Tehát azok az eredmények, amik így az elmúlt 3 évben ebből a rendszerből bejöttek, azok már nagy számok. Tehát jól működik a rendszer. Nézzük egy kicsit a dolgokat távolabbról. Ugye a Raspberry-t azt nem kell senkinek se bemutatni. Tavaly szeptemberben eladták a 10 milliómodik darabot, és ezzel leverte a trónról a C64-et, ami ugye megint egy elég nagy példányszámban eladott gép volt. Az IoT és az IIoT között van egy kicsike különbség, ez pedig az egyi betű, az pedig az industriálnak a rövidítése. Ez azért fontos, mert ugye manapság, ahogy terjed az IoT, ahogy növekszik az IoT-ság, úgy egyre inkább bevonul ez az intelligens felügyelet, okos, bárminek nevezzük, az ipari szegmensbe is, és nagyon sokan használnak ma ipari rendszerekben a Raspberry-ket. Tehát nagyon népszerű. Én azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon jó a Raspberry, és hogyha egy megfelelő dobozba be is tudjuk rakni, akkor megfelelő védettséget is élvez. Viszont azért nem lehet összehasonlítani egy iparba tervezett számítógéppel, tehát ipari körülmények között tervezett számítógéppel. Én a legnagyobb hátránynak, és azt mondom, hogy erre mindenki figyeljen, aki ilyen dolgokat tervez, hogy ipari körülmények közé tesz Raspberry-t. Az első legnagyobb hátránya az, hogy a különböző gyártási sorozatok nem mindig kompatibilisek egymással. Tehát, hogyha valamit elkészítünk, az lehet, hogy a következő kiadáson nem fog működni. Aztán a másik dolog az, hogy nincsenek tesztelve ezek az eszközök szélsőséges körülmények között. Láttam már Raspberry-t megfőni, berakták ilyen fröccsöntőgép mellé, ahol volt 70-80 fok. Tehát ott azért eléggé elvesztette a tudatát. És akkor csinált érdekes dolgokat. Tehát ez a különbség a Raspberry és az ipari körülmények közé tervezett gépek között. Na, beszéljünk egy kicsit az én első vezetékes megoldásomról, ugyanis ez volt az első lépés ahhoz, hogy rájöjjek, hogy miért nem jó a vezeték. Ugye az említett hőmérséklet felügyeleti rendszer, és én úgy voltam vele, hogy ha jót szeretnék csinálni, akkor el kell felejteni azokat a filléres dolgokat, amiket ugye az utcán dobálnak utánad. És választottam a Raspberry Pi-t, hogy ezekhez tudjam csatlakoztatni, és ezen keresztül tudjak mérni. Most hol lehet jó minőségű szenzorokat, meg egyéb ilyen kiegészítőket kapni? Ha nem ismernétek, a farnell.com-on, ott minden van. Tehát ami ott nincs, az nem is létezik szerintem. Tehát az összes nagy gyártónak ez nem a reklám helye, ezt csak azért mondom, mert ott nagyon sok mindent meg lehet találni. Tehát amire... Tessék? Másnapra meg is érkezik, így van. Akkor lássuk, hogy is néz ki. Hát én úgy találtam ki ezt a dolgot, hogy digitális hőmérséklet szenzort alkalmaztam, ahogy ott látszik is a fönt, és ezeket SPI interfészen keresztül csatlakoztattam a Raspberry-hez, és itt rögtön ki is derült az első nagy hátrány, hogy hiába raktunk RC-szűrőket a kábelre, nem lehetett hosszabb 4 méternél. Tehát
ez azt az eredményt hozta, hogy két Raspberry-t kellett alkalmaznom, mert két különböző helyiséget kellett mérni, és nem értek el a kábelek. Hát mondjuk nem volt nagy probléma, mert kétszer csináltam meg ugyanazt a rendszert. Most ugye a Raspberry-k azok egy PoE switchen keresztül kapják az áramot, ne kelljen vacakolni ott a helyiségben, bárhova ki lehessen tenni, és ugye itt a switchen keresztül ki tud menni a LAN felé, az eredményeket interneten keresztül is meg lehet nézni, valamint egy webszerverre csatlakozik, és a webszerver pedig a belső hálózat, vagyis a külső belső hálózat felé mutatja a mért értékeket, kezeli a riasztásokat, és gyakorlatilag ugye ahhoz, hogy a szenzorokat ki lehessen olvasni, C-ben egy ilyen nagyon nyúlfarknyi programot kellett olvasni, vagy írni, aminek a kimenete a standard out-ra megy. Tehát scriptből meg lehet hívni, és onnan vissza is kapja, oda vissza is kapom az eredményt rögtön. A scriptben ezt SQLite a Raspberry-n, tehát még mindig a Raspberry-n vagyunk, ott az első kék kockán. Tehát ott rögtön betettem egy SQLite adatbázisba, nem tudom, ez ismerőse valakinek. Tehát ez a MySQL-hez hasonló, vagy tehát bármilyen SQL-hez hasonló, csak annyit kell tudni, hogy egy fájlban tárolja az összes adatot. Tehát ilyen nagyon leegyszerűsített valami, de nagyon jól működik. Tehát egyszer SQLite-ba küldöm az adatokat, és egy RRD adatbázisba. Az RRD tool-t valaki ismeri? Ez egy nagyon jó dolog. Ez egy olyan adatbázis, amit végtelenítettek. Tehát van egy időciklus, megmondjuk, hogy ez az időciklus mennyi ideig tart, és abba hány adatot küldünk bele, és ez folyamatosan pörög, mindig cserélődik, mindig az utolsó marad meg, és a legrégebbi kerül ki belőle. Ez biztosítja azt, hogy ez az adatbázis nem fog dagadni, hanem mindig egy meghatározott időintervallumnak az eredményei lesznek benne. És ez azért kell, mert ebből tudjuk rajzolni majd a grafikonokat. Egyébként itt, amit említek, mindennek van nagyon korrekt leírása, akármelyik Linuxos oldalon, vagy például nagyon jók a Műszaki Egyetemnek az oldalai, ahol szintén nyílt forrású rendszerekhez fergetegesen jó leírásokat lehet találni. Jó, és az RRD pedig megrajzolja a chartot még a Raspberry-n. Ugyanis a webszerver, ami gyakorlatilag megjeleníti nekünk az adatokat, az letölti a Raspberry-ről az éppen aktuálisan elkészült chartot, és megkapja az eredményeket, amit a biztonság kedvéért ott is elteszek, ott már egy MySQL adatbázis fut, tehát ott már egy erősebb adatbázisba teszek bele. Ugye, ha már van egy webszerverünk, akkor látjuk kintről is, a webszerveren fel tudjuk dolgozni ezeket az adatokat, meg tudjuk nézni, hogy megfelelnek-e azoknak a követelményeknek az adatok, vagyis a mért értékek, aminek kellenek, ott riasztást tudunk generálni. Én például a MUT-tal szoktam küldeni szégyen szemre, nem tudom, ki ismeri a MUT-ot. Az egy nagyon kőkori levelező program, scriptből nagyon jól használható, paraméterezhető, csatolni lehet mellé dolgokat, tehát rendkívül egyszerű a használata. Jó, és akkor hát az adatokat pedig le tudjuk kérdezni, PHP-n keresztül ugye az adatbázisból, meg tudjuk tenni ezeket a chartokat, vagy a grafikonokat, és archiválni is tudjuk ezeket az adatokat. Tehát így működik a rendszer. Itt jelennek meg az adatok. Ugye egyrészt úgy készítettem el azt a felületet, látni lehet,
használható legyen. Ezen kívül van egy lekérdező része. Nem egy túl bonyolult dolog, de hogyha kell valami, ugye azért jó adatbázisba tenni mindent, mert utána azt kezdek vele, amit akarok. Le lehet kérdezni nagyon egyszerűen, hogy melyik raktárban, melyik időponttól meddig milyen hőmérsékletek voltak, vagy külön azt is meg tudom nézni, hogy a különböző raktárakban a különböző szenzorok milyen hőmérsékleteket mértek. Tehát ott meg lehet adni a relációkat is, hogy kisebb, nagyobb, vagy egyenlő. Ezeket. Ez azért fontos, mert nem biztos, hogy a csárton, ugye itt alul látjuk, hogy néz ki egy ilyen grafikon, észre vesszük azokat a kiugrásokat, de viszont egy ilyen lekérdezésnél rögtön meg tudjuk nézni azt, hogy mikor volt például olyan eset, amikor a 8 fokos maximumból kilépett egy hűtőgép, és akkor azt rögtön mutatni fogja nekünk dátum és idő szerint. Egyébként meg itt nem nagyon látszik, mert ez pont egy olyan időszaknak mutatja a hőmérsékleteit, ahol nem nagyon bolygatták a hűtőket, de ilyen kiugrások látszanak akkor, amikor például kinyitják a hűtőszekrényt. Vagy hogyha az ott folyamatos emelkedést mutat, akkor lehet látni azt, hogy nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja. Hát ilyen esetben ugye lehet küldeni a riasztást e-mailben, ami azért jó, mert profi rendszereken meg lehet mondani, hogy SMS-ben riasszon, hogy telefonhívással riasszon, és akkor egy géphang bemondja a dolgokat. De én úgy gondolom, hogy ma már bőven elég az e-mail, amikor mindenkinek a telefonján ott van az internet és a levelező kliens. Tehát azt szoktam mondani a profi rendszerek, hogy használjuk az e-mailt. Majd meg fogjátok látni, én ettől a fekete-zöld dologtól nem nagyon tudok elszakadni, tehát hogyha ez ilyen króm beállítottság, de amit azért lehet még pirossal. Ja igen, annyit még itt a telefonon látható dolgokhoz, azt úgy írtam meg PHP-ban, hogy ha valamelyik érték közelít a határ, sárgával jelenik meg, ha rendben van, akkor zölddel, ha pedig kilépett már, vagy egyáltalán nem használjuk, akkor az pirossal jelenik meg. Tehát rögtön első pillantásra meg lehet mondani azt is, hogy áll a dolog. Azt mondja, 2014 hetedik hónapban indítottam ezt a rendszert, és ugye ez 23-án készült ez a lekérdezés, pár két nappal ezelőtt, akkor ugye ez ilyen 5 perces méréseket mutat, tehát hogyha az időket nézzük, akkor látjuk, hogy az idők között 5 percek vannak, tehát 5 percenként mérjük az adatokat, és az egyik Raspberry esetében 281 000 mérés volt, a másik esetében 275 000. Ez azért van, mert a két Raspberry-t nem egy időben indítottam el. Na most, hogyha ezt nézzük, akkor vagyis hogyha összeadjuk ezt a két számot, megszorozzuk 5-tel, akkor látjuk, hogy itt már 2.783 000 eredmény van. Tehát ez mind benne van legalább két helyen adatbázisban, és ebből lehet kutakodni. És itt még lehet ugye a dolgokat, mert hogyha azt mondom, hogy minden mért eredmény, amit ott fönt látunk, az 1000 darab mérésnek az átlaga, maga a szenzor chip 1 másodperc vagy 2 másodperc alatt 1000 darab mérést hajt végre, pont azért, hogy minél pontosabb legyen, tehát ennek az 1000 darab mérésnek az átlaga lesz az eredmény, tehát azt adja vissza. És hogyha ezt mind külön vesszük, akkor lassan közelít a 3 milliárdhoz a lefutott mérések száma. Tehát ez azért elég nagy szám.
egy Raspberry esetében. Ugye ezért fontosak a minőségi digitális szenzorok, mert ugye az első kalibrálás, ugye ezt nem tudom, hogy tudjátok, de azokon a helyeken, ahol hatóság előírja azt, hogy mérni kell, azokon a helyeken kalibráltatni is kell a szenzorokat. Ez azt jelenti, hogy elmész egy akkreditált laborba, ott bedugod az etalon hőmérsékletbe a szenzort, és akkor megmondják, hogy mennyit csal a szenzor. És akkor lehet kalibrálni, hogy mit tudom én, valamilyen módon megmondod, hogy ennyi az eltérés, ezen a hőfokon általában 3 hőfokra kell kalibráltatni, tehát megmondod, hogy mennyi az eltérés mondjuk 2 fokon, 8 fokon, 25 fokon, és akkor úgy kell beállítani a szenzort, hogy amikor üzemközben mérsz fel, akkor nagyjából a helyes eredményt mutassa. És ugye a minőségi szenzor az azért is nagyon fontos, mert amit én választottam, ott a gyártó ott rögtön szavató vagy garantálta azt, leírta azt, hogy az ő szenzorai az 1/10 foknál többet nem tévednek. Most ez egy 16 bites digitális szenzor, ami azt jelenti, hogy akár 1000 fok pontossággal is tudna mérni, és amikor ezt mondtam ott a laborban, akkor mondták, hogy jaj, hát ezzel ne is foglalkozunk, mert ők csak 100 pontossággal tudnak mérni. Jó, nem foglalkoztunk vele, és gyakorlatilag ugye 3 év lassan eltelt, és most volt a hónap elején a következő kalibrálási procedúra. Most nem mi mentünk, mert be volt építve a rendszer, nem akartam kiszedni az egészet, hanem ők jöttek egy ilyen hordozható etalonnal, ami 3-szor akkora, mint a bőrönd, és akkor ott dugtuk be a szenzorokat, megint megmérték, és gyakorlatilag a jegyzőkönyvekből az látszik, hogy az első kalibrálás óta, ami 2014-ben volt, most a 2017-es kalibrálásnál 1/100 fokos foknál jobban nem tértek el az eredmények. Tehát ez azt lehet mondani. Ja, és amikor mondtam, hogy hát jönni kéne, és kérdezték, hogy fogom én ezt helyesbíteni, az eredményeket. Hát mondom, ezt nem kell helyesbíteni. Azt mondta, ő még olyan rendszert nem látott. Hát mondom, akkor most fog. És tényleg nem kellett. Tehát ugye az ilyen hitelesítéseknek vagy kalibrálásoknak a menete az, hogy megmérik, utána állítják, megint megmérik, utána állítják, és azt mondják, hogy jó. Itt nem kellett utána állítani semmit. Tehát ezért kellenek a jó szenzorok. Van viszont, amit most már látok, hogy nagyon nagy probléma az, hogy vezetékes ez a rendszer. Ugye a kábel hossz. Ja, egyébként a szenzor úgy néz ki, nem tudom, egy kicsit azért látszik rajta, hogy ez ilyen házi gyártmányú. Tehát itt középen látható rajta a chip, és akkor a maga a nyák a szintén házi gyártmányú, és mivel ez egy SMD chip, hát elég nehéz volt ráforrasztani a nyákra. Látszanak ott RC-szűrők, meg még egy a Raspberry oldalán is van némi szűrő, és így lehetett kihozni ezt a 4 méteres kábelhozt. Azért nem lehetett 4 méternél messzebbre menni, mert elkezdtek torzulni a négyszögjelek, és egy idő után, tehát 5 méternél már abszolút hülyeségeket válaszolt a szenzor. Tehát egyszerűen nem lehetett tovább húzni a dolgot. És ugye itt a kalibrálásnál, amikor most kalibráltunk, a másik nagy hátránya az volt, hogy ez az egész be volt szerelve oda, valahova a hűtőszekrényekbe, meg a raktárba, és azért kellett többet fizetni egyébként a kalibrálásért, mert a cég jött ki, és ott mért helyben, tehát nem mi vittük a dolgot. Ugye a hátrányok, ugye hogy korlátos a távolság, jelen esetben
8 méter lehet, 4 erre, 4 arra, hogyha középen van a Raspberry. Tehát ez a két vége. A kábelek elvezetése, elrejtése, telepítés, áthelyezés körülményes. Ami előnye a vezetésnek, a vezetékes megoldásnak, ugye amit a hardcore épületautomatikások mondanak, hogy az a biztos, ha be van drótozva, és ez nagyon tartja magát ez a szemlélet. Én voltam egy előadáson, egy ilyen okosházas meetupon, és én el nem tudtam képzelni, hogy ennyire nem szeretik a rádiós dolgokat, pedig nagyon nem szeretik. És mindenkit le akartok ott beszélni róla. Én meg azt mondom, hogy először is ez az irány. Minden ebbe az irányba megy, hogy rádión keresztül fogunk kommunikálni, másrészt kényelmes is, harmadrészt pedig a költségeket is jelentősen tudja csökkenteni. Ha nem haragszotok, voltam én egy konferencián, ahol tartottam egy előadást, annak a kezdő képeit megmutatnám. Ez egy ilyen energetikával foglalkozó konferencia volt, és hát ez most azért divat, mert ugye megjelent a törvényekben, hogy energiaauditot kell csinálni, meg 50.001-es izominősítés, meg mit tudom én. Szóval oda kell figyelni a cégeknek arra, hogy mennyi energiát használnak fel. És van itt néhány dolog, ami szerintem annak ellenére, hogy Epiktétosz, ugye ókori filozófus volt, ez mindig is így lesz. Tehát, hogyha valamit egyszerre nem tudunk megmérni, hanem csak a saját érzékszerveinkkel nézünk, akkor az nagyon szubjektív dolog. A másik, hogy mi, akik mérünk, azok úgy látják a dolgokat, ahogy a szenzorok mutatják, vagyis objektíven. Tehát nem függ attól, hogy mi most jól vagyunk, vagy rosszul vagyunk. Tehát az mindig annyit fog mutatni, amennyi. És találtam egy nagyon érdekes dolgot. Asimov, ugye, aki én a robotnak a szerzője, ezt már 1950 körül megmondta, hogy 2014-re csak kevés olyan munka lesz, amit a gépek ne tudnának jobban megcsinálni, mint az emberek. És én azt látom egyébként, hogy amit az ilyen sci-fi írók, kezdve Verne Gyulától, amit ők úgy megmondanak, ezért érdemes rájuk figyelni, azok általában megvalósulnak. Amiből filmet csinálnak, az általában előbb-utóbb meg fog valósulni. Nézzük meg azt, Verne Gyula ugye megírta a Holdra szállást. Mennyi idővel később szálltak, de leszálltak a Holdra. És gyakorlatilag ugye rengeteg olyan dolog van, amit ezek az emberek előre megmondtak, és már látjuk, hogy arra felé tart a világ. És azt is mondta Asimov, hogy az emberiséget a sokféle kütyű egyre jobban felszabadítja majd az unalmas munkák végzése alól. Na most, egy nagy ipari vállalatnál, ahol sok villanymérő óra van, ott gyakorlatilag eddig úgy történt a villanyórák leolvasása, hogy Mari néni kezébe odaadták a jegyzetfüzetet, meg a ceruzát, tessék körbe menni, leolvasni. Ez elég monoton munka, elég lehangoló munka, én nem szeretnék ilyen munkát végezni, mindegy. És sokkal egyszerűbb, hogyha ezt valamilyen eszközzel tesszük. Vannak ilyen impulzus számláló szenzorok, na most ezeket be lehetne drótozni persze, de mennyivel jobb, ha nem kell bedrótozni, mert csak letesszük az impulzus számlálókat, vagy az RS-232 data bridge-eket, és ezek rádión keresztül elküldik a dolgokat. Tehát ma gyakorlatilag, ugye 1986-ban így történt a vezeték nélküli felügyelet, meg még nagyon sok helyen most is. Ment az ember adathoz, és mostanában pedig mi így csináljuk, hogy az adat megy az emberhez. És nem kár.
Meg egy pár szót az IoT-ről. Tavaly voltam egy konferencián, ott azt mesélték Gartnerre hivatkozva, de olvastam a Gartner cikket is, hogy 2020-ra 34 milliárd kütyű lesz, ami így a rádión keresztül kommunikál, vagy valamilyen mobil kapcsolaton keresztül, nem csak rádión, természetesen a mobil internetet is ide vehetjük. Tehát akkor 34 milliárd kütyüt jósoltak. Most voltam egy másik konferencián, ahol azt mondták, hogy 50 milliárd lesz. Tehát gyakorlatilag 16 milliárdot hozzábecsültek még egy év alatt. Tehát ez látszik, hogy a világ nagyon ebbe az irányba megy, és jó, előbb-utóbb szükség is lesz egyébként az IPv6-ra, mert hogyha megnézzük azt a számot, az azért jóval több, mint az a 4 milliárd. Tehát, ha most azt mondanánk, hogy IPv4-en akarnánk megvalósítani ezt az 50 milliárdos dolgot, akkor az nem nagyon menne. Még annak ellenére sem, hogy ugye ezeknek nagy része belső IP címeket használ. Jó, ezt én most itt le is lövöm. Tehát ebből csak így a trendeket szerettem volna megmutatni, hogy a világ afelé megy, hogy vezetékmentesen kommunikáljunk, és mindenkinek, én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit szeretne bent maradni ezekben a dolgokban, hogy építeni valamit, annak lassan el kell vezetékmentességben gondolkozni, mert aki nem azt teszi, az le fog maradni. Tehát lehet keménykedni, hogy mi csak a vezetékes dolgokat szeretjük, annak is megvan az előnye, de én úgy gondolom, hogy a vezetékmentes dolgoknak sokkal több előnye van. Én ezzel a Remon nevű IIoT rendszerrel foglalkozom, és ennek a kis testvére a Remon OEM rendszer, ami hát ebből az OEM-ből lehet is látni, hogy ez egy kicsit le van butítva. Kevesebb tudás van a szenzoroknak, és kevesebb kész szenzor van. Mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szenzorok, és ezek hogy működnek. Ugye a vezetékmentes előnyök. Például ugye ezek a szenzorok, ezek 868 MHz-en kommunikálnak. Ez egy olyan frekvencia, amit egyre inkább kezdenek elfelejteni. Ugye a Wi-Fi az már jóval fölötte van, az 5 GHz-es Wi-Fi meg még inkább jóval inkább fölötte. Van még a 433 MHz, ami gyakorlatilag az összes ilyen kütyű, meg távirányító, meg kapunyító, ezek használnak. És a 868 MHz-et iparban elég sok helyen használják. Pont azért, mert eléggé zavarmentes, és kevesen használják ezt a frekvenciát. Mindjárt elő is veszek egy-két ilyen szenzort. Sajnos nem fogok tudni élőben bemutatni semmit, mert kinyírtam a rádiós kütyüt, nem volt leragasztva az antennának a csatlakozója, és itt valahol hozzáért, ahogy mozgattam. Tehát majd azért képeket tudok mutatni a dologról, viszont vannak itt mindenféle szenzorok. Aha, jó, köszi. Igen. Tehát ez gyakorlatilag így néz ki, körbe is adom, jó? És nézegessétek meg. Ez egy kombinált szenzor, ebben páramérő és hőmérséklet érzékelés lehetősége adott. És gyakorlatilag egy CR2032-es elemmel működik két évig. Hát ugye, hogy meddig működik, ez attól függ, hogy mennyit rádiózik.
Most ebből az OEM rendszerben 14 féle szenzor kapható készen. Ez azt jelenti, hogy a szenzor az nem csak maga a szenzor, hanem egy mikrovezérlő és egy rádió chip is van rajta, tehát azért tud rádiózni. Ezen kívül, hogy tudjunk vezérelni is vele, van egy ilyen tranzisztoros relé, ami ugyanabban a rádiós rendszerbe foglal helyet, mint az összes szenzor, csak megmondhatjuk neki, hogy a mért adatok alapján kapcsoljon vagy ne kapcsoljon. Tehát visszafelé is működik ez a dolog. Nem minden esetben, de néha igen. Aztán van RFID, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szenzornak nevezett kis kütyübe belerakunk egy RFID-t, és azt olyan 70-90 méterről lehet olvasni. Ezt például olyan helyen szeretik, gépkölcsönző, ahova berakja a gateway-t, ami egyébként így néz ki. Tehát ezt kell a Raspberry-re rácsatlakoztatni, tehát egy ilyen plét, és onnantól kezdve a Raspberry-re meg tudnak érkezni a szenzoradatok. Tehát ennyi az egész. Jó, az RFID-t, ugye, hogyha az RFID bekerül a vétel körzetbe, akkor gyakorlatilag tud küldeni jelzést, hogy itt van az eszköz, vagy nincs. És ha nincs ott az eszköz, azt is egyből fogjuk látni. A szenzorokról még annyit kell tudni, hogy kétféle üzemmódban működnek. Az egyik az eseményvezérelt üzemmód, amikor azonnal küldi jelzést, ha történik valami, és van az idővezérelt üzemmód, amikor megmondjuk neki, hogy X időnként szolgáltasson nekünk adatokat. A biztonság, ugye, mert azt mondtuk, hogy a vezetékes azért biztonságos, mert abban nem lehet belehallgatni. Na most ennek a szenzornak van egy közé nem tett rádiós protokollja, én se tudom, hogy mi az. Tehát én a gyártótól többször megkérdeztem, és nem hajlandó kell árulni. És gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi megy az éterben. Ehhez még hozzájön az is, hogy az adatokat a nem ismert rádió protokollon 256 bites SSL titkosítással titkosítják. Az elég kemény. A múltkor kiszámoltam, hogy a mai informatikai eszköz, tehát átlagos informatikai eszközökkel körülbelül 9 év lenne feltörni azt az adatcsomagot, ami ezen a rádiós hálózaton megy. Annyi idő pedig bőven elég arra, szóval addigra már rég elévülnek azok az adatok, nem használhatók semmire. És hogy mi a hátránya a rádiósnak? Hát én nem tudom, az, hogy nincs bedrótozva. Ez lehet a hátránya. Hát ha a 860 valamit azért használják meg, még nem használják sokan, akkor majd mi lesz, amikor 50 milliárd? Másfelé megy a világ. Egy négyzetkilométeren nem lesz 50 milliárd. Az biztos. Másfelé... Nehezen hiszem, hogy elszól a rádiója. Nagyon, nagyon mennek a lóra irányába, nem tudom, ez kinek mond valamit. Hát ez a nagyon alacsony teljesítményű rádiózás, és gyakorlatilag ezzel el lehet érni 150 kilométerig is. Tehát egy ugyanilyen kis kötyűvel. Nagyon e felé megy, ma még azért nem életképes az a... Akkor a zavar is elér olyan messzire. Tessék? Csak akkor a zavar is elér olyan messzire. Hát a zavar is, igen. Igen. Tehát ugye ezt láttuk, itt mutattam, vagy írtam, hogy ezek 70-90 méterre tudnak elbeszélni, ami ugye azért a 4 méterhez képest jelentős előrelépés. Viszont a LoRa esetében, a LoRa van esetében, ott gyakorlatilag ez a 100-150 kilométer is elérhető, de azok meg már más kategóriájú eszközök. Most épp az Antenna Hungária akar indítani egy olyan szolgáltatást, hogy kirak egy LoRa gateway-t valahova,
Balatonon, és akkor az összes hajós előfizethet rá, megveszi a szenzort, berakja a hajójába, és akkor megkapja az adatokat. A műszakilag már elindult. Elindult? Mert hogy kereskedelmileg még nem, de műszakilag már igen. Ja, ismerős a témában? Nem, csak olvastam róla. Ja? Jó. Jó. Akkor, ugye ez a szenzor, nem tudom merre jár. Ja, ott. 100 kilométer. Tehát ez egy mikrokontroller és egy rádiós modul egyben, valamint a szenzorchip. Gyakorlatilag nem áll messze attól a megoldástól, amit én is kitaláltam, még annak idején csak nem tudtam megcsinálni. Ma már meg tudnám csinálni. Csak nincs rá időm. A tápellátás ugye a CR2032-es elemmel megy, és így néz ki, egy dobozt is tudok körbeadni, amiből éppen kivettem. Tehát az meg nem tudom, hogy körbeadjam-e érdemesen üres dobozt. Jó, és ugye azt is említettem, hogy a legtöbb energiát a rádiózás viszi el. Ezért van az, hogy a szenzorok azok többnyire alszanak, és akkor csinálnak valamit, amikor megmondjuk neki, hogy valamit kell csinálnia. És ugye ez a mikor mit kell csinálni, ez akkor töltődik le a szenzorba, ezért okos szenzorok, hát lehet okosnak nevezni, mindegy, programozható szenzorok. Mert amikor bejelentkezik a gateway-re, akkor a gateway-nek az első dolga az, hogy megmondja neki, hogy mikor mit kell csinálnia. És utána elküldi a mért adatokat, és elmegy aludni. Addig, amíg nincs neki dolga, akkor felébreszti ez az RTC óra, ami szintén benne van, akkor mér egyet, elmegy aludni. Aztán megint mér egyet, megint elmegy aludni, és egyszer csak felébred, és azt mondja neki a program, hogy most akkor küld el. Tehát meg lehet mondani a szenzornak, amikor felprogramozzuk, hogy milyen időnként jelentkezzen be, és a két bejelentkezés között hányat mérjen. És ez így nagyon takarékos dolog, mert ugye nem minden esetben van szükségünk arra, hogy lássuk rögtön azonnal, hanem ezek az idő alapján dolgozó szenzoroknál ez így működik. Aztán van ugye például ez az ajtó nyitás érzékelő, ami pont ugyanúgy néz ki, mint az a szenzor, amit láttatok, vagy látni fogtok, azzal a különbséggel, hogy van rajta egy read rally, ami ugye a szokásos mágneses úton rövid zárat hoz létre, vagy szakadást. Na, ezek az eseményvezérelt szenzorok, ezek annyiban különböznek az idővezérelt szenzoroktól, hogy ezek az eseménykor azonnal küldenek, tehát ezért lehet látni azt, hogy benyitnak, és akkor már meg is jelenik az adat. Ezen kívül időre is elküldi, tehát meg tudjuk neki azt mondani, hogy minden órában küldje el az aktuális állapotát, de elküldi akkor is, amikor esemény történik. Na most ezekkel az elemekkel, ugye a CR2032-es mindenhol lehet kapni, mindenbe ezt kell tenni. Ezek gyakorlatilag 100 forintos elemek, ezek óránkénti adatfeladás esetén 2 évig bírják. Tehát vannak a Remon rendszerben, tehát nem az OEM rendszerben, olyan szenzorok is, amit 3,6 voltos úgynevezett Tadiran elemmel lehet táplálni, ezek 4-5 évig is elmennek. Vagy ceruza elemmel, 2 darab ceruza elemmel elmegy 3-4 évet, anélkül, hogy hozzá kéne nyúlni. Nagyon jól használhatók, és hogyha egyszer felprogramoztuk a szenzort, akkor onnantól kezdve ezek végzik a dolgukat, amíg azt nem mondják, hogy mást csináljanak. Igen? Ilyen típusú méretű elemeknél tölthető elemeket nem használnak? Használunk, mert van olyan is, ami napelemes. Ott akkumulátor van benne, és ezek főleg ilyen külső
mérésre tervezettek, tehát kültéri eszközök, IP65-ös tokozásban, és a tokozás tetején van egy napelem is. Akkumulátort tölti, éjszaka pedig akkumulátorról megy természetesen. Hát ugye itt az élettartam az annyi, amennyit az akkumulátor bír. Jó. Ugye a gateway, az épület, okos épületesek, azok koncentrátornak mondják. Gyakorlatilag ez a gateway, amit az előbb is mutattam, ez egy illesztő panelből és egy rádiós panelből áll, csatlakozik rá az antenna, ezt bárhova be lehet szerelni, ezt rá kell tűzni a Raspberry-nek a tüske sorára, ahogy a képen is láthatjátok, és utána, ha elindítjuk, akkor elkezdi gyűjteni az adatokat. Meg fogjuk látni, hogy hogyan, ezek most annyira nem érdekesek. Tehát jelenleg ezek vannak kész szenzorok, hőmérséklet, páratartalom, ez a leggyakoribb. Aki valamit elkezd mérni, az egyből a hőmérséklettel kezd, meg a páratartalommal. Vannak vízérzékelők is, ami egy pontos vagy egy vízérzékelő kötél. A vízérzékelő kötél az azért érdekes, mert ugye az egy pontos vízérzékelő az két elektróda, amit rövidre zár a víz, és akkor tudjuk, hogy ott van. A vízérzékelő kötél nem szakadás vagy vezetés alapján, nem tudok vele mit csinálni. Hanem kapacitás alapján érzékel. Ez azt jelenti, hogy két műanyag ilyen kötelet összetekernek, összesodornak, és a végére tesznek valamilyen elektródát, és amint megváltozik a kapacitás ennek a hosszú kötélnek, abban a pillanatban tudjuk, hogy ott víz van. Mert hogyha víz kerül, ugye akkor megváltozik a dielektrikum, úgy mondják ugye a kondenzátoroknál, ezt a két fegyverzet között lévő anyagot. Nem tudom, jól tudom? Javítsatok ki. Jó, tehát akkor ott megváltozik ugye a dielektrikum, és akkor változik a kapacitása, és ezt mérik. Aztán van inframozgásérzékelő, ami gyakorlatilag megint csak egy eseményvezérelt szenzor, meg a vízérzékelő is. Abban a pillanatban, ahogy észrevesz, hogy valaki jön, megy, vagy víz éri a kötelet, vagy a vízérzékelőt, akkor ezek küldik. Aztán van a nyitás-zárás érzékelő, amit az előbb mutattam ezzel a kis mágneses vacakkal. Ez is úgy működik. Aztán van feszültségdetektáló és van feszültségmérő szenzor. A feszültségdetektáló az 50 voltig működik, ez például akkumulátorok felügyeletére, töltés felügyeletére nagyon jól lehet használni, megvan a megoldás. Jó, aztán ellenállásmérő, hát ez ugye elektronikás embereknek. Gyorsulásmérő, aktivitásérzékelő, az aktivitás az fizikai aktivitást jelent. Rázzák, nem rázzák, a gyorsulásmérővel ugye gyorsulást lehet három dimenzióban mérni. Aztán a feszültségmérő, ami mér 5, 10, 50 és 500 voltos mérés határig. Árammérőnk az csak 20 milliamperig van. Viszont ez nagyon jó abban az esetben, hogyha ezt rá tudjuk kötni ilyen ipari szabványú 4-20 milliamperes szenzorokra. Ugye ezek úgy működnek, hogy attól függően, hogy milyen értéket mérnek, olyan áramerősséget eresztenek magukon keresztül. Jó, hát ugye a relével, ami szintén 30 milliampert tud, azzal nagy dolgokat nem tudunk művelni, max más reléket tudunk szaggatni vele, vagy kapcsolni. Aztán említettem az RFID, az gyakorlatilag nem szenzor, hanem ez egy RFID eszköz.
És ami nagyon érdekes, a nyomógomb. Tehát az nem mondható szenzornak, mégis valamilyen jelzés átvihető vele. Találkoztam, igen? Az RFID 79 méter az mit jelent? Díjatávolságra teszi le a szenzor a gateway-hez? Igen. Vagy díjatávolságra érzékeli a kártyát, vagy a chipet? Nem. Tehát az RFID az pont úgy néz ki, mint egy szenzor. Gyakorlatilag egy egyedi azonosított nyom magából, amit a gateway vesz. Igen. Tehát ez nem az az RFID, amit úgy megszoktunk. Ez egy kicsit más. Így van. Így van, pontosan. Igen. A nyomógomb megoldás, az pedig nagyon érdekes helyen találkoztam vele. Van olyan irodaház, ahol ilyen nyomógombbal jelzik, hogy mit a mosdóban takarítást kérnek. Ezt ugye utólag szerelték be, és nem akarták levésni a csempét, meg mit tudom én, hanem oda raktak egy ilyen vezetékmentes nyomógombot, és gyakorlatilag fillérekből meg lehetett oldani ezt a problémát. Ugye a telepítése egy ilyen rendszernek az marha egyszerű. A gateway-t csatlakoztatni kell a Raspberry-hez, a Raspberry-t bekapcsolni, a programot felmásolni, van egy telepítő script, azt le kell futtatni, újra kell indítani a Raspberry-t, és utána gyakorlatilag már működik is a dolog. Van egy szolgáltatásként induló démon, ami minden bekapcsolásnál elindul, és gyakorlatilag onnantól kezdve semmi más dolgunk nincsen, csak az, hogy lássa a szenzor. Tehát ki kell rakni a szenzorokat, és utána dőlnek az adatok. Én az egyik vezetékmentes megoldásban kicseréltem a vezetékes szenzorokat vezetékmentes szenzorokra, és gyakorlatilag egy nap alatt végeztem az egésszel. Annyira egyszerű a dolog, ugyanis csak annyit kellett megoldani, hogy a szenzoroktól bejövő adatokat átrakjam egy olyan formába, ahogy az addig megírt programok föl tudták dolgozni. És ez rettentő egyszerű volt. Ugye a gateway-re csak olyan szenzor tud fölcsatlakozni, amit előre regisztráltunk. Minden szenzornak van egy egyedi azonosítója, ami gyakorlatilag szükséges is, mert például kalibrálásnál csak akkor kapja meg a minősítést, hogyha van egyedi azonosítója, de a rendszer is így azonosítja. Aztán beregisztráljuk a rendszerbe, és amikor bekapcsoljuk, akkor letöltődik egy default beállítás minden szenzorra. Ennek megfelelően elkezdi a mérést, és utána megmondhatjuk neki, hogy ne így működjön, hanem működjön amúgy, és akkor a legközelebb, amikor bejelentkezik, akkor megint meg fogja kapni ezeket az új beállításokat. Gyakorlatilag nagyon egyszerű a gateway-t használni. TCP szerver 8000-es porton, 8001-es porton lehet a debugot elérni. Különbség majd a demóban látható, ami valószínűleg nem lesz látható, mert hogy kinyírtam a rádiós modult, de képekkel készültem azért, itt az előbb. Tehát ilyen egyszerű parancsokkal kell, tehát get gateway, ez a gateway ID lekérése, nem mondom el mindent, nem mondok mindent, a lényeges, ugye az add szenzor, remove szenzor és a szenzor set param, tehát ezek gondolom egyértelműek mindenki számára. Ami lényeges még, hogy utólag beleraktunk egy get szenzor data utasítást is, ami azt csinálja, hogy az utolsó mért adatot tudjuk lekérni, tehát azt eltárolja, mindig az utolsó mért adatot eltárolja, mert nem biztos, hogy akkora kérjük az adatot, amikor ő mér. Tehát eltároljuk, és az utolsó adatot mindig meg lehet nézni. Jó, így néznek ki az adatok, amikor jönnek. Tehát, hogyha megnézzük,
a struktúrát, akkor van egy azonosító, ami azt mondja, hogy ezen a 8000-es porton most egy szenzor küld adatot, aminek van egy T5YFHU nevű azonosítója. Itt van egy mínusz 37, az azt jelenti, hogy mínusz 37 decibel a jelerősség, amit érzékel, a 2,98 az a tápfeszültséget mutatja, ha az első sort nézzük, utána van egy D0, meg egy PIR 1, gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy a D0 azt nem foglalkoztam vele soha, nem tudom mit mutat, viszont a PIR az azt jelenti, hogy egy mozgásérzékelőről van szó, ami egyet mutat, tehát mozgás van, motion, azt ki is írja. És hogyha keresünk lejjebb egy olyat, mondjuk itt középtárgy felé, hogy PIR 0, akkor ott látjuk, hogy no motion, tehát ott nem volt mozgás. Ha nézzük a hőmérséklet adatokat, akkor itt a negyedik sorban látjuk, gyakorlatilag egy darabig ugyanazok az adatok jönnek, aztán kiírja, hogy ez temperature, vagyis hőmérséklet, a 258 az a nyers adat, tehát az még nincs megformázva, az azt jelenti, hogy 25,8 fok. Tehát ennyire egyszerű. És annyit szeretnék mondani, hogy akit érdekel, az írja fel az elérhetőségeimet, mert jelen pillanatban a két nagy Raspberry szállítóval vagy webáruházzal állunk tárgyalásban, és még nem született megállapodás, de az ára az jóval kedvezőbb, mint egy ipari rendszernek.